Német nemzetiségi mellett angolos osztály is lesz. A Blejer-Jakab általános iskolában 3 első osztályt indítanak, a suli nyílt napon mutatkozott be az érdeklődőknek. A Kőhegy és környékének fejlesztéseiről, illetve gondjairól kérdezzük. A körzet BFS önkormányzati képviselőjét, Monostori Kalovics Márkot várjuk a stúdiónkba ciklusértékelésre. Német nemzetiségi játszóházat tartottak a Cippel-Cappel óvodában. A mozgásban és kreatív játékokban gazdag délután része volt a Német Nemzetiségi Hét programsorozatnak. Hétközben, pénteken este köszöntöm Önöket! A Német Nemzetiségi Általános Iskolában angolos osztály is indul. Ez is kiderült a Blejer Jakab suli nyílt napján, ahol a szülők találkozhattak a leendő elsős tanítóninikkel, a gyerekeket pedig közös énekléssel, játékos sportvetélkedőkkel és kézműves foglalkozásokkal várták. Az intézmény egyébként 3 első osztályt indít szeptemberben. Közös énekléssel indult a Blejer Jakab Német Nemzetisége Általános Iskola hagyományos suliváró nyílt napja, ahol első és másodikos diákok adtak elő dalokat leendő iskolatársaiknak az intézmény tanáraiból szerveződött zenekar kíséretében. A dalcsokrot követően bemutatták a vendégeknek az első osztályos tanítókat és az intézmény vezetőit is. Német nemzetiségi képzést ajánlunk fel a hozzánk jelentkező tanulóknak és angol nyelvi képzést. Az itt tanuló első-másodikos gyerekek bemutatták, hogy mit tanultak eddig az órákon, dalok és éneklés formájában, de a mai napon nem csak ezt szeretnénk megmutatni, a idegen nyelvi képzést, hanem azt is, hogy milyen sokszínűek a mi tanítványaink, hogy milyen sokszínű ismereteket szeretnénk nekik nyújtani, például zenei oldalon, van egy csodálatos zenekarunk, kis alsós énekkarunk is van, felsős énekkarunk, illetve a művészetek felé is szeretnénk irányítani a tanítványainkat, hogy egy teljes képzést kapjanak, mire elhagyják a 8. évfolyamot. A köszöntőket követően a szülőket és a gyerekeket is több csoportra osztották. A leendő elsősök az iskola nagyobb diákjainak a vezetésével kézműves foglalkozásokon, angol és német nyelvű interaktív játékokon vehettek részt. Megállsz fel, eszembe kihúzod magad, és figyeled, hogy ezt a néni mit csinál, igyekszem mutatni, hogy lássa mindenki, jó? Liebe Schwester, tanz mit mir, beide Hände reich ich dir. Einmal hin, einmal her, rundherum, das ist nicht schwer. Einmal hin, einmal her, rundherum, das ist nicht schwer. Az iskolában a 2024-25-ös tanévben 3 első osztályt indítanak német, német nemzetiségi és angol orientációval. Ezekről, az iskola hagyományairól, pedagógiai célkitűzéseiről Gulyin Judit, az intézmény vezetője tartott tájékoztatást a megjelent szülőknek. Nekünk nagyon nehéz dolgunk van, mert most fogunk Budaörsre költözni, és alapvetően a legnagyobb kérdés az, hogy a nemzetiségi német nyelvoktatás legyen az elsődleges szempont, vagy sem. Viszont, hogyha ez lesz, mert nekem is német gyökereim vannak, akkor nagyon szimpatikusnak találjuk a Blejert. De mivel most fogunk ide költözni, azért körbejárjuk az összes iskolát, mert nem ismerjük őket, hogy melyik milyen, de eddig nagyon szimpatikus a Blejer. Azt úgy hallottam, hogy körzetesen elég sok jelentkező van. Ha ide költöznek, melyik körzethez fognak tartozni? A Hermann a körzetes iskolánk, viszont ott kifejezetten német nemzetiségi oktatás nincsen sajnos. Elsődleges szerintem a legalábbis az eddig tapasztalatok, illetve hallottak alapján számunkra kedvezőnek tűnik az iskola. Mi az a német nyelv, az angol nyelv, vagy esetleg más szempontok az, amik döntenek a választást? Igazából a helye, ugye, hogy itt van Budaörsön, az az egyik, a másik pedig, hogy konkrétan a nyelvi kiválasztás nem történt meg. Úgy gondoljuk, hogy a lényeg, hogy valamilyen idegen nyelvet mindenképpen tanuljon a gyerek,
az előbbi tájékoztató alapján az angol, illetve a német is a 8. osztályra már van olyan állapotban, hogy ha tovább megy tovább tanul ugye a diák, akkor az eléggé felkészült legyen ahhoz, hogy jó teljesítményt, illetve hát jó készséget alakítson ki. Míg a szülők az iskoláról és a leendő tanítókról igyekeztek minél több információt megtudni, addig a gyerekek egy részét játékos sportvetélkedővel várták a testnevelők. Szerencsés helyzetben vagyunk, mert nagyon ügyesek a gyerekek, tehát úgy látom, hogy az óvodákban azért az óvónők nagyon odafigyeltek a mozgásfejlesztésre. Természetesen a természetes mozgások, a kúszások, mászások, egyensúlyozások az, ami ebben az életkorban a gyerekeknek a természetes mindennapjaikhoz hozzátartozó mozgásforma, és ezeket próbáltuk itt csokorba rendezni, nagyon hasonlóan az óvis olimpiához, és ezeket raktuk 5 pályára, ezen az 5 pályán mennek végig a csapatok, és próbáltunk mindenből belerakni olyat, amit akár a kevésbé ügyesek és a nagyon ügyesek is kihívásnak éreznek maguknak. Ez egy kicsit kikukucskálás is arra, hogy majd milyen lesz az a csapat, akivel később foglalkozni kell? Természetesen a röplabdát becsempésztük, tehát a röplabda nem tartozik az óvi sportágak közé, ugye zsinórlabdával kezdünk, de az iskolának profilja a röplabda, igyekszünk ő röplabdásokat is nevelni, ezért raktunk bele a sportjátékok alapjaiból is, a floorball, focis nincsen, de kézilabdával van egy kis szélbadobás, egy célkapuval, úgyhogy azért a sportjátékokat is igyekszünk előkészíteni, illetve hát megfigyelni, hogy kik azok a tehetségek, akik már hozzánk jönnek. Hogy végül a nyílt napra ellátogató gyerekek közül ki jelentkezik majd a Blejerbe és közülük ki nyer felvételt, azt egyelőre nem tudhatjuk. Az biztos, hogy elsőként a körzetes tanulóknak, valamint azoknak a diákoknak van esélye bekerülni, akiknek a testvére esetleg már az iskola diákja. A szülőknek a végleges döntést április 18-áig kell meghozni. A beiratkozásra április 18-án és 19-én van lehetőség. Ma esti vendégünk Monostori Kalovics Márk, BFS önkormányzati képviselő, a Kőhegy képviselője. Jó estét kívánok! Jó estét kívánok! Önt is, mint minden képviselőt itt az elmúlt időszakban ciklusértékelésre hívtunk, beszéljük át, hogy mi történt, vagy mi nem történt az elmúlt 4,5 évben, hiszen tulajdonképpen a ciklus még nem ér véget, mert majd csak októberben kezd el regnálni az új képviselőtestület, amelyet viszont már június elején megválasztanak a választók. Szóval itt is van a ciklus vége, meg nincs is itt a ciklus vége. Önnek ez az első önkormányzati képviselősége, a Kőhegyen nyert mandátumot, ahol elég sok fejlesztés történt. Hogy látja, megtette, amit tudott? Én azt hiszem, hogy igen, de erről majd a kedves választópolgárok véleményt mondanak június 9-én. Én azt látom, hogy egy picit távolabbról indulunk, hogy Budaörs egy olyan város, ahol jó otthon lenni, ahol jó lenni, ahol jó lakni, ahol jó iskolába járni, ahol jó beülni egy kávéra. Ez nem most kezdődött el, hanem azért ez 30 plusz éve kezdődött el, és azt gondolom, hogy az elmúlt 4,5, de hívjuk most ezt 5 évnek, egy olyan nehezített pályán kezdődött, egyrészt a koronavírus járvány miatt, amire gyakorlatilag 2-2,5 évig nem tudtuk, hogy mi lesz, hogy hova fut ki, hogy kell ezekre reagálni. Ezt szerintem minden egyes budaörsi, minden egyes magyar, minden egyes világpolgár azt gondolta, hogy nem tudja, hogy mi a következő. Tehát ez egy nehezítő tényező volt. Ugye a megválasztásunk után pár hónappal robbant be a világjárvány, és ott álltunk, hogy hát egyrészt még nem is ismerjük annyira egymást a lakosokkal, másrészt meg mindenki megijedt, félt, nem tudta, hogy hogyan tovább, és ezért ez nehezített a munkán, az biztos. Ez az egyik része. Akkor közbe kérdezek, amikor beszélget vagy beszélgetett a választóival, tehát a Kőhegyen és a Kőhegy környékén élőkkel, akkor azokat a fejlesztéseket hiányolták, amelyek most megvalósultak, nyilván ezekről beszélhetünk, vagy mindennapi problémákkal keresték meg, belóg az ág, nem lehet parkolni, szembe jön az autó, nem tudunk félreállni, nyilván ezek ott az égető dolgok. Nagyon vegyes volt. Tehát már a kampány legelején, meg előtte is, amikor ugye ott nőttem fel, ezért az egy fontos dolog. Amikor beszélgettem az emberekkel, azért több olyan nagyobb horderejű problémát jeleztek, amire egyébként szerencsére legtöbbre ebben a ciklusban tudtunk válaszokat adni, de olyan mindennapi problémákra is kaptam megkereséseket, amiket szinte hétről hétre, hónapról hónapra el tudtunk végezni. És én ezt is mondtam egyébként sok helyen,
hogy abban a 2-3 évben, amíg egyrészt pénze sincs a városnak, és erre még egy picit szeretnék visszatérni, hogy miért nem, és nem tudjuk, hogy meddig tudunk nyújtózkodni, hogy mit tudunk bevállalni, addig foglalkozunk olyan ügyekkel, amik egy-egy mikrokörnyezetben nagyon fontos dolgok, a város egészének jól lehet láthatatlanok. Például, hogy hiányzik egy fekvőrendőr valahol, például, hogy valahol rossz a járda, például, hogy valamelyik szobor koszos vagy a környezete elhanyagolt, például, hogy hiányzik egy pad. És én azt gondolom, hogy számos olyan, épp a minap számoltam össze, hogy nagyjából 20 olyan utcában végeztünk el kisebb, tényleg apróbb olyan javításokat, módosításokat, szépítéseket, ezekben az években, amik ilyen apró lakossági kérések alapján valósultak meg, és akkor visszatérnék egyet még. A másik része nyilván az önkormányzati hatáskörök folyamatos elvétele volt, ugye. Az iskolák, az építésügy, ezek nyilván nem ebben a ciklusban kezdődtek, a szemétszállítás, aztán az egészségügy, ugye nyilván egy pár hónapos történet, tehát mindig olyan nehezítő körülményekkel találkoztunk, amikor azt mondtuk, hogy nem fogadjuk el, hogy valami rosszabbul működjön, mint eddig. Az, hogy a város magas működési színvonalát megtartsuk, és a budaörsiek jólétét legalább ezen a szinten tartsuk, de még emelni tudjuk, az nekünk alapvető. Na, ezek a sikerek. De volt itt kudarc is, tehát például a Kőhegyen történt egy önépítkezés, amikor belevájtak az egyébként tájvédelmi körzetbe. Nem tudom, ezt mennyire sikerült helyreállítani, igazából nem is nagyon lehet helyreállítani. Tehát ez egy olyan kár, ami már velünk marad mindörökké. Hát ez az építésügynek a jogkörünk, az önkormányzati jogköröknek az elvonásának köszönhető. Én emlékszem arra még, talán ez valahol a koronavírus második hullámának lecsengése környékén volt, amikor megkerestek lakosok több ilyen építkezés, félhetően illegális építkezés, vagy jogtalan építkezés kapcsán. Kimentünk, megnéztük, az iroda is kijött az önkormányzatból, a hivatalból, és azt mondtuk, hogy hát ez itt tényleg nincs jól. Ugye hol Budakeszire, hol Érdre kellett írni, ezeket mindig megtettük, kértük őket, hogy vizsgálják ki, kértük, hogy válaszoljanak. Az a szóbeszéd járja, hogy ott olyan nagyfokú leterheltség van, tehát 2 vagy 3 kollega dolgozik ott, nyilván nem csak Budaörssel foglalkozva, hanem még 20-20 másik várossal együtt, hogy nem tudtak, nem akartak erre reagálni, azt nem tudom. Valóban ezek olyan, nevezzük sebeknek, amit visszafordítani nem tudunk. Jó, de én azt mondja a választó, hogy én önt választottam meg azért, hogy az ilyen és hasonló problémákat megoldja. Nem sikerült megoldani. Én azt hiszem, hogy a budaörsiek ezt nagyon jól látják, hogy akár az építéshatóság ügyében, akár az iskolák államosítása kapcsán, akár a szemétszállítás kapcsán. Egyrészt amikor kommunikálunk személyesen, telefonon, online, akkor is ezek felmerülnek, hogy tudják, hogy ez nem a mi dolgunk most már, és milyen jó volt korábban, amikor a mi dolgunk volt, de mégis, ha lehetne valamit tenni. És azt hiszem, hogy az, hogy foglalkozunk vele, és próbálunk lépéseket elérni, és következményeket kicsikarni azokból, akikhez ez tartozik, azt már önmagában értékelik. És ezért számos olyan eset volt, ahol meg sikerült olyan eredményeket elérni, akár csak egy kőhegyi adótorony kapcsán, ahol gyakorlatilag 3-4 lakos vagy család keresett meg egymástól függetlenül, és összeálltak ők, én csak segítettem nekik azzal a lehetőséggel, amivel egy képviselő tud segíteni. És a végén ez az építkezés, ez a tervezett beruházás, ez elmaradt. Mert hogy a lakosok azt mondták, hogy ezt nem szeretnék itt, nem tudják, nem kapnak információt, és azt gondolom, hogy ez egy sikertörténet megint csak abból a szempontból, hogy ha közösen összeállunk, és azt látjuk, hogy erővel és józan észre fel tudunk lépni egy észszerűtlen beruházással vagy fejlesztéssel szemben, akkor ez működik. És még egyet visszaugranék az elére, mert 3 olyan dolog van, ami nehezített minket. A másik pedig a 2017, illetve 8 óta, most már 23 milliárd forint az, amit az állam szolidaritási hozzájárulás címen elvon Budaörstől, nyilván más városoktól is elvon, más városoknak ad ebből vissza nem is keveset, Budaörsnek ugye nem. Ez a 23 milliárd forint, ez, ha megnézzük az idei költségvetést, nagyjából 230 utcának a teljes, komplett felújítását jelenti. Tehát a nagyságrendek miatt azért ez fontos megemlíteni, hogy olyan mértékű pénzelvonás sújtotta Budaörsöt, azon felül, hogy egyébként egy nagyon, hát hogy is mondjam, faramuci és nehéz kilátásokban zajló gazdasági környezetben vagyunk, és ennek ellenére
azt gondolom, hogy sikerült egy olyan tudatos, észszerű és okos gazdaságpolitikát folytatni, aminek köszönhetően nem csak a magas színvonalú városüzemeltetést tudtuk megőrizni, nem csak, hogy az olyan állami feladatokat pótoltuk ki, és nem tudok szebben fogalmazni, amik miatt a magas színvonal továbbra is megmaradhat. Gondolok itt akár az egészségügyben a várólista csökkentési programra, akár a pedagógusoknak a bérpótlékára, akár arra, hogy az óvodák, iskolák, bölcsödék még magasabb színvonalon tudnak működni, akár arra, hogy a fenntartható fejlődéssel foglalkozva még több napelemet telepítettünk az intézményeinkre, ezáltal a jövőben spórolva is, de ezek mellett még számos olyan fejlesztést tudtunk megvalósítani, ami lehet, hogy nem uszoda, meg sportcsarnok méretűek, de olyan fejlesztések, amik láthatóak egy-egy adott körzetben, fontosak és régóta vártak rá. Igen, csak erre azt mondják a fideszes képviselők, hogy most is érkeznek pályázati pénzek Budaörse. Elkezdődött például a kerékpárút építése, nem az ön választókerületében, a város keleti részén, a szervízútnál. Az is pályázati pénzből valósul meg. Nyert a város több mint 800 millió forintot egy új óvoda építésére, és nem sorolom, mert azért sok ilyen pénz érkezik a városhoz az elvonások ellenére. Igen, ezek ugye alapvetően azért érkezhetnek, ezek Európai Uniós források, mert volt egy olyan módosítás, hogy ha jól emlékszem, akkor Budapestet kivették abból a részből, amivel Pest megye városai pályázhatnak. Budapest miatt Pest megye különböző területei vagy települései kvázi felhúzták, Budapest felhúzta ezeket a városokat, tehát kiestek ebből a rendszerből. Most, hogy Budapest kikerült, és már Pest vármegye külön szerepel ebben a téren az Európai Uniónál, ezért van lehetőség olyan pályázatokra, amik alapvetően Európai Uniós források. És egy ilyen fejlesztés lesz az én körzetemben is, Kőhegyen, ugye a Kossuth Lajos utca, ami közel 400 millió forintból fog teljesen megújulni. Említette többször is a szemétszállítást, mert hogy azzal most problémák vannak, ugye ebben a ciklusban döntött úgy a képviselőtestület, hogy először az ETH-hoz, az érdi szemétszállító céghez kerültünk, de hogy nagyon rossz a minőség, nem megfelelő, amilyen szolgáltatást ők nyújtanak, ezért úgy döntött az önkormányzat, hogy inkább a fővárosi szemétszállító céggel kötnek szerződést, és azóta fővárosi szemetesek járnak Budaörsön. Most rossz a helyzet? Én azt hiszem, hogy sokat javítottunk, nem mi, hanem a hivatal jelzései és a közreműködő partnerrel való együttműködésben sok helyen javultak ezek a problémák, bár jól lehet, az elmúlt hetekben a Kereszt utcánál van egy olyan probléma, ami most talán úgy tűnik, hogy végre sikerült megoldást találni. Nyilván a Kőhegyen szűkek az utcák, ezt sokan tudják, ez egy adottság, amivel ugye nem nagyon tudunk mit kezdeni. És ott a kukás autóknak a fordulása például olyan problematikába ütközött, hogy az egyik eleve amúgy lesüllyesztett járdát úgy használták, hogy az ott még tovább süllyedt, és félő volt, hogy az egyik ház alá be fog süllyedni a talaj, és ott nem szerettük volna nyilván, hogy abban a házban kár keletkezzen. Kiraktunk oszlopokat, kidöntötték, kiraktunk még újabb két mert oszlopot. Mert én ismerem azt a kereszteződést, egy nagyon szűk kereszteződést, tehát még személyautóval is nehéz ott bekanyarodni, egy nagyobb autóval meg tiszta művészet. Ez így van, és csak hogy rávilágítsak arra, hogy együttműködés van, és megoldásokat keresünk, és szerencsés, amikor a másik fél is szeretne velünk együtt megoldást találni, mert erre azt gondolom, hogy viszonylag kevesebb példa van, és nem a mi részünkről. És akkor itt közösen megbeszéltük, hogy próbáljuk meg úgy a másik oldalon lévő parkolókat megoldani, amúgy is ott van egy szűke parkoló, ami, ha kikanyarodunk, egy picit problémás, tehát oda most virágládákat raktunk, beraktuk a két oszlopot, egy olyan környezetet alakítottunk ki, ahol most már elvileg a visszajelzések alapján tud fordulni a kukásautó. Nyilván megint azt mondom, hogy ez alapvetően egy házat, egy családot érint, de ezek az olyan mindennapi problémák, amikre azt hiszem, hogy sikerült jó válaszokat adnunk, és mellette még számos fejlesztés és felújítás készült. Akkor, hogy keretes szerkezetű legyen a beszélgetés. Zárhatjuk úgy, hogy úgy érzi, hogy az elmúlt ciklusban nagyon sok ilyen kisebb fejlesztést sikerült végrehajtani a Kőhegyen? Én azt gondolom, hogy nagyon sok kisebb fejlesztést tudtunk végrehajtani. 4 új gyalogátkelőhely épült például, ami azt gondolom, hogy az elmúlt éveket megelőzően nagyon-nagyon hiányzott már, és olyan kardinális helyekre sikerült ezeket, mint a Farkasréti út, a Ne felejts utca, a Kossuth Lajos utca, ezek fontos fejlesztések voltak.
És sikerült olyan nagyobb ívű beruházásokat is megvalósítani, akár a Nefelejts utcának a felső szakasza, akár a Naphegy utcában a parkoló képítése, akár a Víztorony utcának a fejlesztése, a Kőhegy alatti utcákban rengeteg fekvőrendőrt, forgalom lassító eszközöket, tükröket helyeztünk ki, a vízelvezetéssel is foglalkoztunk, most például a Nefelejts utcában fog az idejében egy csapadékcsatorna rekonstrukció indulni. Tehát azt hiszem, hogy voltak nagyobb ívű beruházások is, ez jól lehet a ciklus második felében inkább, ahogy kilábaltunk a koronavírus okozta nehézségekből, az orosz-ukrán háború okozta a gazdasági nehézségekből, és azt láttuk, hogy vannak azért források, amiket fel tudunk használni. És a nap végén azt tudom mondani, hogy ha az idei év véget ér, akkor több mint 1 milliárd forint volt az, ami az elmúlt 4,5 vagy 5 évben a Kőhegyen fejlesztésre tudtunk költeni. Én azt hiszem, hogy ezek olyan fejlesztések voltak, amik nagyon sok apró dolgot megoldottak, és elkezdtek egy olyan irányt, amiben pedig azt hiszem, hogy eljutottunk oda, hogy például gyalogátkelő helyet már nem tudunk többet építeni, mert azt látjuk, hogy nem nagyon van hely rá, nem, a szabályozás nem is olyan engedés, igény sincs már talán rá, és a jövőben én azt hiszem, hogy vannak még olyan problémák, amivel foglalkozni kell, a parkolás kérdése mindenképp egy ilyen dolog. Jól lehet, megint csak azt mondom, 40 új parkolóhelyet sikerült építeni a ciklusban. Valami olyan megoldást szeretnénk erre találni, ami nem adhok megoldás, nem 1 vagy 2 évre szól, hanem hosszú távra szól, a jövőnek szól, fenntarthatóan legyen ez kialakítva. A következő hónapokban erről is szeretnék majd a választópolgárokkal beszélgetni. Akkor egy utolsó utáni kérdés. Nem érzi azt visszásnak, hogy arról beszélünk, hogy 22-23 milliárd forintot vont el az állam szolidaritási hozzájárulás címen, de ugyanakkor csak egy választókerületben, ebben a ciklusban 1 milliárd forint értékű fejlesztés valósulhatott meg. Hát akkor maradt itt még pénz? Persze, az előbb utaltam rá, hogy azért a 19-20-21-es év az olyan volt, amikor még magunk sem tudtuk, hogy meddig tudunk nyújtózkodni, és ahogy ebből kilábaltunk, jól lett az orosz-ukrán háború, azért a mai napig itt van velünk, illetve ahogy említettem, mert akár a belső, akár a külső nemzetközi gazdasági kérdések itt vannak velünk, de egy olyan tudatos és fenntartható gazdaságpolitika mellett az elmúlt években volt arra lehetőségünk, hogy több milliárd forint értékben minden egyes körzetben természetesen fejlesztéseket valósítsunk meg, és én azért fogok dolgozni a jövőben is, hogy a Kőhegyre minél több ilyen fejlesztést tudjon érkezni, és olyan fejlesztések, amik valóban az ott lakók jólétét szolgálják. Köszönöm a beszélgetést. Én is köszönöm. Nemzetiségi játszóház. Ilyet tartanak minden évben a Cippel-Cappel óvodában. Idén is megrendezték. A 100 férőhelyen rendelkező óvoda nevelési célkitűzéseiben ugyanis nagy szerepet kap a német kisebbség szokásainak megismertetése, kultúrájának, illetve nyelvének ápolása. Ennek kapcsán rendezik meg évről évre a Nemzetiségi Játszóházat is. Na, hogy az én nevem? A Cippel-Cappel óvodában a hagyományosnak számító német nemzetiségi hét program sorozat lezáró eseménye idén is a Nemzetiségi Játszóház volt, ahol a szülők bevonásával közös játékra hívták az óvodásokat. Az évente megrendezésre kerülő Nemzetiségi hét pedig mindig egy adott tematika köré épül. Idén különböző mesterségekkel ismerkedhettek meg az óvodás gyerekek. Minden csoportunk más-más mesterséggel ismerkedett. Voltak, akik pékeknek öltöztek, voltak gyertyaöntőink, voltak szabó varrónőink, illetve asztalosaink. Emellett részt vettünk a Városi Német Nemzetiségi Hétnek is egy-két programján, jártak a gyerekeink az ifjúsági klubba, az Álomzug előadásán, táncházat rendeztünk az óvodába, bemutattuk egymásnak a munkáinkat egy kiállítás keretén belül, és ennek a lezárása most ez a közös játszóház. És ki vannak állítva nagyon szép tárgyak a mesterségek hetéről, miket alkothattak a gyerekek? Voltak, akik gyertyát öntöttek, a legkisebbjeink pékségbe jártak, sütöttek, főztek, és azt itt is megtették az óvodában, az egész óvodának sütöttek nagyon finom süteményt.
az asztalosaink rendbe szedték a fajátékainkat, újra csiszolták, újra lakkozták őket, illetve a szabászvarász csoportunk ruhákat vart, régi ruhákat újítottak föl. A mesterségekkel való ismerkedés után, a nemzetiségi hét utolsó napján a gyerekek különböző népi hagyományokon alapuló játékokkal ismerkedhettek meg. A foglalkozások három külön szobában zajlottak. Két csoportszobánkban különböző asztali, régi, hagyományos játékokat játszhatnak, gompörgetyűznek, memóriajátékokat, természetes anyagból készült memóriajátékokat játszhatnak, és nemzetiségi héthez kapcsolódva ilyen német nemzetiségi díszekkel díszített házi áldást is készítenek a gyerekeink. És a tornaszobában mi zajlik? A tornaszobában mozgásos régi játékok vannak, ott lehet kövekből piramist építeni, azokat természetesen ledönteni, van ugróiskolánk, üveggolyós játékunk, és minden, amit így a régi hagyományokból összetudtunk szedni, és óvodai kereteken belül megvalósítható. A játszóház egyik kedvence a golyózás volt. A Pál utcai fiúk által is igen kedvelt játék szabályait természetesen az óvónők először ismertették a gyerekekkel. Mindenki hozott otthonról egy a legszebb üveggolyóját, ami otthon volt, és utána összegyűltek, és leginkább a fiúk körébe működött ez, és letették, elmentek egy falhoz, és letették a golyókat, leteszitek egymás mellé, így egy vonalban, egymás mellé, és ugye akkor már látták, hogy hú, micsoda szép kis golyók vannak, te is tedd le, amit szereztél, hogy megmutatták, hogy milyen golyóik voltak, és utána fogtak egy másik golyót, ami nem volt annyira szép, és egy kicsit úgy tudtak megszerezni a golyót, hogy meg kellett pöccinteni onnan egymás után, száz liba egy sorba, azaz! És figyelj, nézd ide a szabályt! A szabály az, hogy amit várj egy kicsit! A szabály az, hogy amit eltaláltál, azt megfoghatod, és azt gyűjtötted a zsebedbe. Érted? És addig tartott a játék, amíg minden golyó elfogyott, és utána megszámlálták, kinek volt a legtöbb golyója. A 100 férőhelyen rendelkező Cippel-Cappel óvodában a következő nevelési évben 30 szabad hely áll majd az újonnan érkezők rendelkezésére. A bejutásnál előnyt élveznek majd a német nemzetiségi gyökerekkel rendelkező gyerekek, de természetesen minden érdeklődő felé nyitottan állnak, akik szeretnék, hogy a gyermekük a német nyelvvel és hagyományaikkal ismerkedjen meg már óviskorban. A német nyelvet igazából nem tanítjuk, hanem megéljük az óvodában. A nap folyamán folyamatosan jelen van a német nyelv, a mindennapos tevékenységekben, természetesen foglalkozásokon is, de nincs kiemelten az, hogy na most német óra van, és akkor csak németül beszélünk, hanem így a nap folyamán minden óvodapedagógusunk beszél németül, tehát a nap folyamán folyamatosan van jelen. És milyen szintre tudnak eljutni a gyerekek a 3 év során? Ez nagyon változó, függ attól is, hogy ki milyen háttérrel jön, mert vannak olyan gyermekeink, ahol még él a német nemzetiségi nyelv, vagy esetleg Németországból költöztek haza. Ők azért nagy csoportban már beszélgetnek velünk, fordítanak a többieknek ügyesen. A passzív szókincsük nagyon megerősödik a gyerekeknek, és azért nagy csoportban látjuk azt, hogy néha előbukkan az aktív szókincs is. A Cippel-Cappel óvoda nemzetiségi játszóháza az előző évekhez hasonlóan rendkívül jó hangulatban telt. A kreatív foglalkozáson készült alkotásokat pedig természetesen mindenki hazavihette. Hétközben ez volt a TV2040 Budaörsi magazinja pénteken este. A képernyőn látják elérhetőségeinket, ha írnának nekünk, akkor megtehetik, sőt, várjuk az üzeneteket. És én most kellemes hétvégét kívánok, meg minden jót, hétfőn találkozunk legközelebb. Viszontlátásra!